Elkészült a füredi úti rendelő is, 110 millió forintba került a korszerűsítés. Jelentős megtakarítás, az enyhe időjárás miatt több ezer forintot spórolhatunk a fűtésen. Málna szüret novemberben, Debrecenben ismét érik a szörpnek való. Jó estét kívánok, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. November 7-e szerda van, mondjuk a legfrissebb híreket. Teljesen felújították a füredi úti rendelőt, a 7 orvosi körzetnek otthont adó központot 110 millió forintból korszerűsítették. Ez a 8. rendelőépület, amit az önkormányzat felújított az új Phoenix terv gondoskodóváros programjának részeként. Már birtokba is vették a páciensek, illetve az orvosok és az asszisztensek a megújult rendelőközpontot. 3 fogorvosi és 4 házi orvosi körzet ellátását végzik a füredi úti rendelőben. Naponta 50-60 ember fordul meg itt egy-egy rendelésen. A felújításra szoruló régi épület már nem volt megfelelő műszaki állapotban, és nem is volt túl komfortos. Kicsi volt, zsufolt volt, ketten voltunk ebbe a rendelőben, minden régi volt, a nyilászárók, a vizsgálóágyak, a székek, minden régi volt. Tudtunk dolgozni, de hát ahhoz képest, ami most van, tehát teljesen más, ez egy tényleg 21. századi rendelő. A Vénkerti Városrész önkormányzati képviselője Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, a füredi úti rendelő teljes külső-belső felújítása és energetikai korszerűsítése összesen csak nem 110 millió forintba került. Gépészeti rendszert, elektromos rendszert, fűtési rendszert egyaránt megújítottunk, napelemek kerültek elhelyezésre, akadálymentesítésre is sor került, illetve a burkolatokat is kicseréltük, mind a talajon, mind a falon, emellett pedig eszközök beszerzésére is sor kerülhetett, mint egy 2,7 millió forint értékben. Az új Phoenix terv gondoskodóváros programjában 11 rendelő korszerűsítése szerepel, 8 épületet már felújítottak. A maradék 3-ból 2-ben a Bajcsi és a Jánosi utcaiban már folyik a munka, és a 3. Szabó Pál utcai rendelőnél is jól halad a korszerűsítés előkészítése. Általános iskolásoknak tartottak ma interaktív elsősegélynyújtó bemutatót a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karán. A diákok egy speciális oktatóteremben ismerhették meg az újraélesztés helyes technikáját. A 60 István általános iskola 8. osztályosai igyekeztek megtanulni az újraélesztés alapvető lépéseit, amit a sürgősségi orvostani tanszék szakemberei mutattak meg nekik. A tanulók ambubabákon gyakorolhatták is, hogy félautomata defibrillátorral vagy anélkül hogyan kezdjék meg az újraélesztést, és folytassák mindaddig, amíg a mentő meg nem érkezik. Ez a néhány egyszerű művelet ugyanis életet menthet. Magyarországon évente 25 ezer hirtelen haláleset történik. Ezek az esetek azonnali ellátást igényelnek, a helyszínen azonnal meg kell kezdeni a beteg vizsgálatát és szükség szerint az újraélesztést, és ezért döntött úgy a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar sürgősségi orvostan tanszéke az országos mentőszolgálattal közösen, hogy az oktatását kiterjeszti a gimnáziumok, illetve az általános iskolák irányába is. A szokatlanul meleg idő jót tesz a pénztárcáknak. A novemberi tavasz Debrecenben 15-20 fokos csúcshőmérsékletekkel jár. Emiatt a városban az előző hónaphoz képest harmadára csökkent a hőfogyasztás. Mindez több ezer forintos megtakarítást jelenthet a fűtés számlán. Napfürdőző katicabogár és csivitelő madarak az egyik debreceni parkban. Napközben 17 fok volt, ami igen szokatlan novemberben. Ilyenkor a legtöbben már javában fűtenek, de van, akinek most még eszébe sem jut. Nem szoktam bekapcsolni, hát ilyen időben, hát nincs még ilyen időben. Meg hát nem egy atlétába közlekedünk a lakásba, se osszán kibírjuk. Sok lakásban nyitva volt az ablak délelőtt. Volt, aki pólóban szorgoskodott az erkélyen. Alaksa György lakásában központi fűtés van, de a 24 fokhoz most alig kell fűtenie. Az enyhe idő miatt úgy számol, hogy kevesebbet kell majd fizetnie. Hát végén számoláskor mindig szokta rendezni a hőszolgáltató. És a végén, ha nem fűt annyit, akkor kevesebb, de még nem tudjuk, milyen tél jön. Szeptemberben már a debreceni lakások 98%-ában melegek voltak a radiátorok. Októberben változékony, enyhe volt az idő. A hónap elején kevesebb, a végén több hőenergia fogyott. Na most ugyanez a tendencia eddig a novemberi napokra is érvényes. Ez azt jelenti, hogy
az említett októberi napoknál 6000 gigazsúl körül volt egy napi hőfelhasználás, ami enyhe napokban pedig lement egy olyan 2,5 gigazsúl környékére. A lakosság hőenergia felhasználása tehát ezekben a napokban lényegesen kisebb, mint egy harmada az előző havinak. A szakemberek szerint a novemberi tavasznak köszönhetően akár több ezer forintot is meg lehet spórolni a fűtés számlán. Az előrejelzések szerint még legalább egy hétig maradnak a 15-17 fokos napi csúcshőmérsékletek. Az Országos Nyugdíjas Parlament szerdán Debrecenben tartotta a Hajdú-Bihar megyei szervezetének küldött gyűlését. A csaknem 100 résztvevő az egészségügy helyzetét és a nyugdíjemelés lehetőségeit vitatta meg. A megyei küldött gyűlés előtt tartott tájékoztatón Karácsony Mihály, az Országos Nyugdíjas Parlament elnöke beszélt az idősek helyzetéről. Hangsúlyozta, hogy a magyar átlag nyugdíj összege ugyan 130.500 forint, de a 2 millió idős ember havi járandósága között ma már több 100.000 forintos különbségek vannak. Karácsony Mihály szerint ezért különösen a 70 év fölöttiek és a Kelet-Magyarországon élők számára indokolt a nyugdíjak jelentős emelése. A megyei küldöttek javaslatokat és véleményeket fogalmaztak meg a néhány hét múlva ülésező második országos nyugdíjas parlament számára. Azt látjuk, hogy nagyon szétszalad a nyugdíjasok és nyugdíjasok közötti különbség is, míg az egyik oldalon 30.000 forintos nyugellátást is folyosítanak, közel 20.000 embernek, addig a másik oldalon megjelentek a több milliós nyugdíjak is. Ezt a nyugdíjas társadalmat ez feszíti, ez igazságtalannak tartják. Több ezeren vettek részt ma a Debreceni Egyetem állásbőrzéjén. A fiatalok csaknem 50 cég ajánlatai közül válogathattak. Emellett karriertanácsadással és ösztöndíj lehetőségekkel is várták az érdeklődőket az intézmény főépületében. Már kora délelőtt sokan érkeztek a Debreceni Egyetem főépületének aulájába. Itt rendezték az egyetem őszi állásbőrzéjét. Az esemény megnyitóján Barta Elek rektor helyettes azt mondta, ez az állásbőrze rendkívül fontos az intézmény számára. Ennek van egy sajátossága az egyetemi állásbőrzének más állásbőrzékkel szemben, hiszen itt a legmagasabban képzett munkaerő keresi az állás lehetőségeket, és a legmagasabban képzett munkaerőt igénylő cégek, vállalatok, intézmények keresik a nekik megfelelő alkalmazható munkaerőt. A rendezvényt a hallgatói önkormányzat is kiemelt programként kezeli. A DEHÖK egyik fő célja ugyanis, hogy segítse a hallgatókat a tudatos karrierépítésben. Az állásbőrze népszerűségét jelzi, hogy idén is kétszer, tavasszal és ősszel is megrendezték. Egyrészt a kiállítók részéről is igényként merült fel a bővítés, hiszen egyre több cég nyit telephelyet Debrecenben, ezáltal nő a munkaerőpiac is. Másrésztről pedig a hallgatók részéről merült fel az igény, hiszen a nyári diplomaosztók mellett a téli diplomaosztók során is át tudják venni a diplomáikat, így ők is friss diplomásként kezdik meg a pályafutásukat. Most csaknem 50 kiállító mutatkozott be. A cégek többsége nem először vett részt az állásbőrzén, de több a városban nemrég települt vállalat is várta az álláskeresőket. Elsősorban friss diplomás hallgatókat kerestek, de a már végzett, illetve diploma előtt álló fiataloknak is kínáltak munkát. Biomérnök, mesterszakos hallgató vagyok, januárban fogok végezni, és ilyen területen szeretnék munkát vállalni. Nyitottak a cégek is, tehát így úgy látom, hogy ajánlanak olyat is, vagy amit hogy be lehet tanulni, mivel hogy indukál egy informatikai tudást, ami nekem megvan, a többit meg tudom tanulni. A szervezők számos kísérő programmal is várták az érdeklődőket. A diákok megtudhatták például, hogyan kell jó önéletrajzot írni, és pályaorientációs tréningeken is részt vehettek. Baleset és műszaki hiba miatt akadozott ma délután a villamos közlekedés Debrecenben. A kettes villamossal egy autó ütközött a Nádor utcánál, a Petőfi téren pedig váltóhiba okozott fennakadást. Utasok nélkül egymás után álltak a villamosok a forgalmas kereszteződés előtt, nem tudtak behajtani a Petőfi téri végállomásra. A fennakadást ennek a váltónak a meghibásodása okozta. Úgy tudjuk, egy talpas csapszeg tört el, emiatt vált működésképtelenné a váltó. A helyszínelés és a hiba elhárítás ideje alatt a villamosok közös vonalon szakaszosan közlekedtek. Ismét gázolt a vonat Debrecenben, a tragédia most is a Sámsoni úti átjáró közelében történt. A dehír.hu információi szerint délután 5 óra körül a Nyíregyházáról Budapestre tartó Rózsa Intercity ütötte egy embert.
A férfi azonnal meghalt, személyazonosságát még nem tudta megállapítani a rendőrség. A környéken jelentős torlódás alakult ki. A helyszíni vizsgálat ideje alatt több DKV buszjárat is terelő útvonalon közlekedett. Háromnapos tűzvédelmi tájékoztatót tartanak a katasztrófavédelem szakemberei a közös képviselőknek. A tűzoltók olyan kérdésekre adnak választ, hogy szabad-e biztonsági rácsot felszerelni a lépcsőházakban, illetve hogy mit lehet tárolni a folyosókon. A programmal a lakóközösségek biztonságát akarják növelni. Ezen a folyosón az a probléma, hogy elgátolják a menekülési útvonalat, illetve szabálytalanul tárolnak. Kerékpárt, régi bútort és nagyméretű dobozokat is tárolnak ennek a Jerikó utcai társasháznak a folyosóján. Annak ellenére, hogy ez tűzvédelmi okok miatt tilos. Molnár Attila több társasházban is közös képviselő. Ő lakógyűléseken és levélben is értesíti a szabályokról a lakókat, de hasznosnak tartja a katasztrófa védelem tájékoztatóját is. Iránymutatást ad ahhoz, hogy mik azok a teendők, amelyek az itt élők biztonságát szavatolják tűzvédelmi szempontból. Másrészt pedig, és ez szerintem is nagyon fontos, az aktuális törvényi változásokkal is megismerkedhetünk. A társasházak napját évek óta meghirdeti a katasztrófa védelem. Ezeken a rendezvényeken a közös képviselőket tájékoztatják az aktuális változásokról, és felhívják figyelmüket a jellemző szabálytalanságokra is. A program célja, hogy növeljék a társasházakban élők biztonságát. Kevés a tárolótér, ezért a lakók úgy gondolják, hogy a kerékpárt, megunt bútort lehet tárolni már a folyosón, és ez az, ami számunkra a legnagyobb problémát jelenti. Sok esetben a vagyonvédelmi berendezések, gondolok itt főleg a rácsokra, hogy rácsokkal lezárják az ajtókat, és ez egy tűzoltásnál komoly problémát jelent, nem tudunk olyan könnyen bejutni a lakásba. A katasztrófavédelem egész évben ellenőrzi a társasházakat, és ahol szabálytalanságot látnak, ott a figyelmeztetés mellett bírságot is kiszabhatnak. A tájékoztatókra Debrecen mellett Hajdunánáson és Püspökladányban is várják a közös képviselőket. Helyben hagyta a debreceni ítélőtábla az elsőfokú bíróság korábbi határozatát a kisbandiként ismert vádlott és bandájának ügyében. Így az alvilág pénztárosaként is emlegetett férfi maradt fegyházban. Az ítélet jogerős. A mai tárgyaláson csak az ügy hatodrendű vádlottja, L. András, azaz kisbandi volt jelen. A 90-es évek szervezett bűnözésének közismert alakja másik öt társával 2009 és 2012 között több tucat nemzetközi fuvar szállítmányát irányította a saját raktáraikba. A csalással 355 millió forint kárt okoztak a megrendelőknek. Az Elek Balázs vezette másodfokú bíróság egy vádlott büntetését enyhítette, a többiek esetében pedig helyben hagyta a korábbi ítéletet. A banda módszere az volt, hogy az interneten fuvarszervező cégek szállítmányaira jelentkeztek be fővállalkozóként. A cég nyilvántartásban legálisan működő vállalkozásként jelentek meg, de a fuvarozáshoz szükséges eszközökkel nem rendelkeztek. Önmagában nem az adatbevitel okozott kár, hanem az, hogy a vádlottak a szállítások során a szállítást végző gazdasági társaságok képviselőinek, kamionok sofőrjeinek megtévesztő útmutatást adtak, azaz megtévesztették őket. Érika Málna Debrecenben. November eleje óta egy csapókerti kiskertben piroslik a szörpnek való, ami normál körülmények között júniusban érik be. A mezőgazdászok szerint a novemberi málna szüret egyértelműen a mostani szokatlanul enyhe ősznek köszönhető. Málna piroslik egy csapókerti ház kertjében. Ezeket a felvételeket egyik nézőnk küldte be. November 7-én ez igen szokatlan látvány. A málna ugyanis általában júniusban érik be, de a késői fajták is csak szeptember végéig piroslanak. A mezőgazdászok szerint az enyhe ősz az oka a nem mindennapi jelenségnek. Az az igazság, hogy a málna tud fejlődni, virágot tud fejleszteni, folyamatosan, és ebből következőleg, hogy lehet találni még most is érő málnát. Nem csak a málna bokrot tréfálta meg az időjárás, az almafák egy része is még mindig rügyezik. Ezekből képződik a hajtás, illetve esetlegesen, ha úgy alakul, akkor virág. A hosszú ősz egyébként nem káros a növényekre. A vesszők és a rügyek be tudtak érni. Akkor lesz gond, ha hirtelen jön a tél, mert akkor lefagyhatnak a rügyek. Ebben az állapotban azért ez nem normális, hogy a most nyugalomban lévő, tehát a lombhullás utáni állapotban, a lombhullás közben lévő állapotban ezek a rügyek ilyen dúzzadtak lennének. A cseresznyefa sem az ilyenkor szokásos állapotában van. Megindult benne az a fejlődés, ami csak tavasszal lenne ideális.
Az éghajlatváltozáshoz nem csak nekünk, a növényeknek is alkalmazkodniuk kell, ami nekik sokkal nehezebb. Idén a gyümölcstermések például a szokásosnál is nagyobbak voltak. És ez a fajta hatalmas terhelés, gyümölcsteher, ez olyan energiákat, olyan tápanyagokat vesz ki a növénytől, ami már a jövő évre lenne szükséges, hogy megmaradjon. Ehhez még hozzájárul a novemberi rügyezés, ami miatt a szakemberek gyengébb termése számítanak jövőre. Hírműsorunkat látták friss információkkal. Legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!